amikor kiderült, hogy jelöltést kaptunk erre a díjra, akkor nagyon sokan a megyéből, valamint az országos asztali tenisz életből fölhívtak és gratuláltak, és mondták, hogy mindenképpen fognak ránk szavazni, és jelek szerint ez az összefogás, ez egy ilyen közönségszavazati díjat jelentett, ami számunkra egy nagy megtiszteltetés. Annak mondjuk nagyon örülök, hogy úgy ítélték meg, hogy valóban segíteni kellene a Nyír Bátornak. Mi a városban is elég jól képviseljük a sportéletet, és ezen belül is az asztali teniszt. Nagyon sokan űzik ezt a sportágat, valamint mivel a városban a legmagasabban jegyzett sportág vagyunk, ezért külön figyelmet fordítanak ránk. A megyében is nagyon népszerű az asztali tenisz, és ennek kapcsán a megyei sportéletet is egy kicsit megbolygatta, és hát azt gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz, amennyiben el tudunk kérni eredményeket. Több versenyen vettünk részt, mind hazai országos versenyen, mind nemzetközi versenyen. A hazai versenyeken elsősorban a kisebb gyerekek értek el jó eredményt, a Tölgyes Dorottya és a Molnár Dávid. Éljátékosunk Majoros Bence, ő a nemzetközi eseményeken vett részt, a cseh nemzetközén döntőt játszott, az olasz nemzetközén pedig harmadik helyezést ért el, egy kicsit a reményeinket is túlszárnyalva. Reméljük, hogy ez a jövőben is fog folytatódni ez a jó szereplés, mindent megteszünk érte, hogy ez így legyen.